Szeretettel köszöntök mindenkit. Mai darma beszédünket indítsuk egy mantrával, amely az univerzum a maga tisztaságában. Ez egy két szó tagos mantra. Om, az univerzum, nám, tisztaság. Ha lehet, akkor tegyük össze így a szívcsakránk előtt a kezünket, és közösen uniszónóban hétszer mondjuk el ezt a gyönyörű mantrát. Oh Ezzel a közös énekléssel a zen lényegét megjelentettük, ezek után mehetünk haza boldogan. Az, amikor a tudatok harmonizálódnak és tisztán jelen vannak ebben a térben, amikor mindenki a saját véleményét, a saját tudati zaját figyelmen kívül tudja hagyni, és valóban meglátja a másikat, valóban sikerül helyes kapcsolatot teremteni, akkor helyesen tudunk együttműködni amit import termékként látunk, idegen vallás, béli dolgok, olyan spiritualitás, amelyel eddig nem találkoztunk, olyan módszerek, amelyeket eddig nem próbáltunk ki, mindaddig idegenek, ameddig meg nem mutatták valódi természetüket. A megszokott dolgokkal ez pontosan fordítva van, amíg a megszokottságból dolgozol, addig nem tudod felfedezni a valós okozati működését annak a kultúrának, amelybe beleszülettél. Ezért fontos az utazás. Az a fajta utazás, amely egy kicsikét kívül tesz, eltávolít attól a helytől, ahol a kényelmi zónád van. Tekints rá egy kicsit távolabbról, érdekmentesen, viszonymentesen, hogy pontosan miért születtél oda, miért teszed azt, amit teszel, mire neveltek a szüleid, az iskolád, az élőhelyed. Mi a dolgunk ezen a világon? Tehát mi a dolgunk azzal az élettel, amit élünk? Erre szerencsére kívülről a választ egészlegesen senki nem tudja megadni. Ezt nekünk kell felfedezni. Ennek a fölfedezésnek az útja a realizációs praxis ehhez be, belül le kell tisztulnunk, ehhez félre kell tudnunk tenni mindazt, ami használhatatlan, és akkor elérkezhetünk egy egyévállás tapasztalathoz, ahol egy pillanatra legalább mi és a világ nem különbözünk. Amikor azt a lényeget tapasztaljuk, amely mindannyiunk lényege, amikor felébredünk arra a butha természetre, amely mindenkinek sajátja. Ha megnézed, valójában ez az egyetlen közös bennünk. A humanisták rengeteget próbálták kutatni, hogy mi az ember, és ideálokat raktak elénk. És több száz évig próbáltuk ezeket az ideálokat megvalósítani, nagyon kevés sikerrel. Más arc, más test, más lélek. Mindenki más. De egy valami, a felébredés képessége, az a tiszta tudat, amely most a szemeden keresztül rám néz, és a füleden keresztül hall. Az bennünk közös. De a tudatosság mértéke már más. Tehát mindenki másképp hallja azt, amit mondok, és mást ért ki belőle. Ahhoz, hogy az úton haladjunk, valamilyen szinten fel kell ébrednünk a saját helyzetünkre, rá kell tudnunk látni. Leggyakrabban ettől riadunk vissza leginkább. Szeretnénk valami külsődlegeset, ami Csodaként, gyógyszerként valahol hat ránk, megoldja a problémáinkat, de közben belül ne nagyon kelljen változni. Mi maradjunk azok, akiknek tudjuk magunkat. És ez lehetetlen. A jó tanítás keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Ez egy taoista közmondás azért, hogy senki sem ringassa magát illúziókban, hogy amikor ténylegesen felszeretnénk ébredni, akkor az összes illúziónktól, az összes hamis önképünktől, világképünktől meg kell szabadulni. Ez az ár, ezeket fizetni. Nyugaton a sok-sok évszázadnyi kondicionáltság, társadalomtörténeti hagyomány és kulturális beidegzettség miatt kívülről várjuk a megoldást. Mindaddig, amíg rájövünk, hogy külső megoldás egészlegesen nincs. Nincs megvilágosodás tabletta. Nincs senki, aki odaadja neked jó drágán, és akkor megoldottad. Neked kell változni. Neked kell felébredni. Nekünk kell az úton járni. Részfeladatokban kaphatsz segítséget. De az úton, hogyha mi nem járunk, akkor nem érünk oda, hova szeretnénk menni. Ez sokkal inkább egy szisztematikusan, következetesen, rendszeresen végzett munkához hasonlít, semmint valami ö, csodabogár vallás béli kultuszhoz. Az előbb mondtam, hogy a szokatlan az nem biztos, hogy ismeretlen marad. És a megszokott még nem biztos, hogy ismert számodra. Csak megszoktad, de nem ismerted megmélyen. Valami szokatlant látsz. Kíváncsi vagy? Szeretnéd meglátni, hogy hogyan működik? Hogyan hat rád és másokra? Ezt hívom véleményfüggetlen praxisnak. A világegyetemben nagyon sok minden találsz, és ahogy növünk fölfelé, sokszor érezzük azt, hogy ez egy óriási kihívás, hogy emberi testben születtünk. Gondolatokkal, érzelmekkel, beszéddel, tettekkel élünk. Mulandóak vagyunk, de tudunk valamiről, ami nem az. Tökéletlenek vagyunk, de szeretnénk valamit, ami nem az. Feltételhez kötöttek vagyunk, de szeretnénk valamit, ami szabad, mentesettől. Tehát paradoxonokból, megoldatlanságokból vagyunk összerakva, és a karmánk a nyersanyag, a karmánk a hajtóanyag, a megoldatlanságaink a motiváció. Ez az indulás. És az óriási kihívás, hogy ilyen rövid időre ebbe a testbe, erre a bolygóra leszülettünk, az óriási kihívás az, hogy mit kezdünk mindezzel. Annyira szeretnénk, hogy legyen sorsunk, hogy valaki megmondja, hogy na ezért, na ez vagy, csináld, ez csináld, ez a legjobb. Nincs ilyen. Nagyon sokan szeretnének ilyen szerepben föllépni, de ha nagyon a mélyére nézel és megismered ennek a működésmódját, akkor kiderül, hogy senki nem tudja kívülről megmondani neked. Neked kell megtalálni belül. És a zen ezért kérdez. Ezért vannak kérdéseink, irányelveink, és nem dogmáink, és abszolút értékűnek hit kielentéseink. Ha tudsz kérdezni, akkor fel tudod feszíteni a definícióknak a ketrecét, amiben bezártad magad és a kérdések által új megismeréshez jutsz. Sőt, az ember a legmélyebb, legfontosabb kérdéssel eljuthatsz a kérdezőig, és ez a kérdés a mi ez. Mi ez, ami a szememmel lát, a fülemmel hall, a testel mozog, ami azt mondja, hogy én, ami szenved, vagy boldog, mi az? Ezzel a kérdéssel több évszázada dolgozunk. A hatodik pátriárka Huineng aki Sákyamoni Buddha után a 34. és Bodhidharma után a 6. pátriárka volt. Ő az, aki a kínai csant öt iskolára bontotta, és az átadási vonalakat megsokszorozta. Az ő jó voltából van egy olyan kérdésünk, hogy ha nem gondolsz jóra és rosszra, akkor mi az eredeti arcod? Ennek a kérdésnek a rövid változata, a befelé fordított, mi ez? Hányszor élünk ezzel a kérdéssel? Hányszor megyünk mére, és találjuk meg igazi önvalónkat? Amíg az önkép és az önvaló különbözik, addig szenvedünk és szenvedtetünk. Amikor ez a különbség megszűnik, akkor az egyévállás tapasztalat birtokában már másképp ismerjük a helyzetet, a kapcsolatot, és másképp működünk. De amíg az önkép és az önvaló, különbözik, addig távolságának mértékében vagyunk illúziók által borítva, hamis azonosulással telve, és ezek az illúziók és ezek a hibák az egyedüli okai a szenvedésünknek, és a gátjai a boldogságunknak. A buddha azért nem beszélt kifejezetten a boldogságról, mert azt mindenki maga meg tudja találni. De a szenvedésünk az nagyon-nagyon közös. Amikor először rálátsz növekedésed során a születés, öregség, betegség, halál négyességére, akkor rájössz, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amiből nincs kiút. Csak haladunk szépen az idővel, tesszük a dolgunkat, éljük a családi, társadalmi és egyéb életet, és egyszer vége van. De hogy a kezdet és a vég között mit csinálj, mit csinálhatsz, arra nagyon kevés igazi tanítás mutat. Minden tanítás valamivé akar téged tenni, kivéve azokat, amelyek engednek kérdezni. És a zen ilyen. A zen nem, hogy enged kérdezni, hanem kérdés nélkül nincs zen, nincs az úton való haladás. Úgyhogy az mesterek azért foglalkoznak paradoxonokkal, lást kohanok, azért szeretjük a megoldatlanságokat és a lezáratlanságokat, mert ezáltal juthatunk el a helyes megoldásig, a helyes identitásig, és így a helyes életig is. Tehát ha jársz az úton, akkor tapasztalod az igazságot, és úgy élhetsz helyes életet. Ehhez az énséget tisztázni kell. Tehát, hogyha megnézed ezt a gyönyörű kijelentést legnagyobb nyugati bóthiszatvánktól, akkor új értelmet tud nyerni, hogy igazi önvalód az út, az igazság és az élet. Nem egy személynek az énje, nem valakinek az egoitása. Hogyha tapasztalod igazi önvalódat, akkor eljutsz ebbe a pontba, ahol nincs gondolkodás, legalább egy pillanatra. És a felébredés egyetlen szikrája elég ahhoz, hogy a saját illúzióit fájt lát, megrepesse és attól már egy kicsit más tudattal haladsz az úton. Kinek van tehát kérdése az egy az úttal és a megismeréssel kapcsolatban? Tehát akkor két kérdés egybe forrasztva. Miért olyan nehéz az elengedés, és hogy lehet ezt teljesen művelni? Illetve, hogyha ez elengedés nem megy, akkor miért van az érzés, hogy beledöglök? Ezt Hú, nem tudom -e mondani. Egy szerzetes megkérdezte az zenmestert, gondolkodás nélkül van-e hiba? Szumi hegy, felelte az enmester. Már nincs gondolkodás. Miért mondja azt, hogy Szumi hegy, ami a legmozdíthatatlanabb, leggyönyörűbb hegy ott Ázsiában? Tedd félre, mondja az enmester. A szerzetes még mindig értetlenkedett. Mire az enmester így szólt, akkor vedd föl és vidd innen. Nézd meg, hogy a tudat hogyan ragadja meg a tárgyát, és hogyan kapaszkodik az ideákba, és hogyan azonosul vele. Azon nyomban kivetítjük a vágyainkat a világra, és nagyon könnyen megragadjuk azt a tárgyat, vagy azt az embert, azt a jelenséget, amely a három nagy ösztöncsoportunkat szolgálja: birtoklás, szaporodás, perteremtés és túlélés ez a három nagy ösztöncsoport, ebből vagyunk, mint énség, mint én képzet összerakva, és ha azt hisszük, hogy ez az igazi önvalónk, akkor elképesztően nehéz az elengedés. És ezért akarunk beledögleni, és ezért érezzük azt, hogy néha elképeszten rossz döntéseket hozunk, mert csak ezt a három ösztöncsoportot ismerjük, magyarul csak az én szempontjából tudunk gondolkodni, érezni, beszélni és cselekedni legtöbbször nem is vesszük észre, hogy mikor döntöttünk úgy, hogy megragadom, elsajátítom, megteremtem, részemmé teszem, és a többi. Csak akkor vesszük észre, amikor már ránk égett, amikor már sok, amikor már kellemetlen. De mivel korábban más nemű tapasztalataink is voltak ezzel a jelenséggel, ezért rendkívül nehéz elengedni, mert a tapasztalat az biztos, még ha rossz tapasztalat, akkor is. Nézd meg pár kapcsolatot, 30 éve veszekednek, de nem engedik el egymást. Mert akkor kivel fogok veszekedni? Nézd meg, hogy mi az, ami dönt benned. Milyen gondolat, milyen érzelem, mi dönt? Milyen alapon hozol egy megkötő döntést? És hogyha nem engeded el, akkor miért nem akarod elengedni? Mi az, ami benned azt megtartja? Az egyik felünk el akarja engedni, a másik nem. Na, ebbe belepusztulunk. Hát nézd meg Katulluszt, mit ír. Gyűlölök és szeretek. Nem tudom, miért teszek így, de érzem, kínja keresztre feszít. Mi az, ami ezt csinálja? Honnan jönnek ezek a gondolatok, érzelmek, szavak és tettek? Ez a zen útja, hogy ezt letisztázd. És amikor ennek a tapasztalata megvan, akkor nagyon tisztán látod a gondolataidat, érzelmeidet, szavaidat és tetteidet, és akkor tudsz helyesen dönteni. Amíg nem, addig rajtunk van saját karmánk guánója, mely lerakódott inkarnációkon keresztül, keményen, vastagon. 27 év után úgy gondoltam, hogy na jó, akkor külön, mert nem bírom tovább. és Hát ez, ez, ez majdnem egy szaturnusz ciklus. Te hogy bírtad eddig? Igen. És, és akkor miért nem leled meg az. A társadat, állítólag van valami ikerláng, vagy valami hasonló, és akkor azt nem keresed, de, de mégis keresed, de nem, nem, nem ilyen, hogy na most minden áron, és, és miért nem találod meg? Mert a rossz kandallóboltba mentél. Kandalók és kazánok között keressük az ikerlángot. Tehát tegyük félre ezeket az ideákat, és lássunk tisztán a saját szemünkkel, halljunk világosan, a saját fülünkkel, és érezzünk világosan a saját szívünkkel. Mert azt a rezdülést, amit a szívünkben érzünk egy másik ember jelenlétében, semmi és senki nem pótolhatja. De hol van? Merre? Ott! Ott! Látod? Ott, ahol dobog. Ott! Azt kéne érezni, és a jelenlétet letisztázni, és hogyha a saját jelenlétet tiszta, akkor tisztán érzed a másik ember jelenlétét is. Ezért érdemes. Nem csak azért, hogy a sajátom, a sajátom... De Ate in cipi, mondta a római, kezd magadon. Nagyon fontos az, hogy a saját jelenléted, saját érzelmeid, saját gondolataid tiszták legyenek, és ekkor a másikét is megérzed. Elfogyott a karmikus tüzelőanyag, leáll a hajó. Ki kell kötni, és valami egyéb tüzelőanyagra van szükség. Hogyha elégettétek a közös karmát, akár azért, mert túl jó lett a kapcsolat, túl harmonikus, nincs esemény, unalom, vagy elképesztő salakanyag halmozódott föl, van ott még egy kis anyag, semmi gond. A lényeg az, hogy, <laughs> a lényeg az, hogy ha már annyira salak van a kazánban, hogy azért nem még, akkor ki kell szállni a hajóból, kitakarítani a kazánt és újra felfűteni. Szerintem éltél eleget ahhoz, hogy ismerd az életvonzás törvényeit. Egy pár einstein egyenlet, ahol a törvényeket ismered, látod, hogy mi az energia, tehát, hogy a két pólus között a van és a nincs, az én és a más, a múlt, a jelen és a jövő között hogyan húzódik ki a karmának a mátrixa. Mi az, ami létrehozza az ént és a mást, a jót és a rosszat? És hogyan működik az energia és az információ együtt, a tudatosság és a jelenségek együtt? És ez az energia az átalakítható tömeggé. Ez a tömeg, a saját tömegem, hogy belépek az ajtón, és mit hozok be? Ez a jelenlét, ez tömeg. A tömeg gravitáció, és a gravitáció pedig vonzás. Tehát milyen jelenléttel vagy az életed bármely helyzetében? Amit te oda a lelkeddel beviszel, az szabályozza a vonzást. Semmi több. A megtartást is, és az elengedést is. Éj vele! Az lenne a kérdésem, hogy sokszor tapasztalom azt, hogy meghozok egy döntést, és azt gondolom, hogy intuíció, hogy, hogy valami mélyebb dologból hoztam meg ezt az adott döntést, és utána kiderül, hogy mondjuk az elmém becsap. És, és, és mégsem az van mögötte, hanem komfortzóna és ilyen jellegű dolgok. És az lenne a kérdésem, hogy honnan tudom azt, vagy hogyan tudom megkülönböztetni, hogy mi az, amikor intuícióból mondjuk az utamon haladok, és mi az, amikor, amikor mondjuk az elme játszik velem, hogy egy könnyebb irányba induljak el, ami igazából nehezebb, de, de tévútra vezet tulajdonképpen. Ha gondolkodni kell róla, akkor az nem az. Ha gondolkodásból született, és kétségeid vannak felőle, akkor ez nem egy intuitív impulzus volt, mert nem az egy tudatból, a tiszta tudatból származik. Ha utána gondolkodni kell róla, akkor sem az. Igazából nagyon kevés igazi intuitív impulzust kapunk, mélyről, mert behelyettesítjük a gondolkodással és az érzelmi intelligenciával. Mind a kettőre szükség van, az iq és az eq de ez nem az az intuitív szikra, ami előtt nincs gondolkodás, aminek a megtörténtek, akkor úgy tűnik, hogy se tér se idő, csak a pillanatnak ez a végtelensége van, és utána pedig kétséget kizáróan, ami följött, az kell, semmi több. Tehát akármennyire is megpróbálsz gondolkodással hozzáférni, nem tudod differenciálni. Megpróbálod érzelmekkel újra színezni, és ledobja a festéket. az csak az, ami. És ha ez van, akkor tiszta volt. Ha pedig összerakta az elme, mert megtanulta, akkor lehet, hogy szét fog darabokra. Amit összeragsz darabokból, azt szét is lehet szedni. Ami egy impulzusként osztatlanul keletkezett, azzal teljesen másképp tudsz bánni. Jó? És erre nagyon jó teszt a koan praxis. Azért csináljuk a zen koan gyakorlatokat, hogy pont ezt az intuitív működést tud letisztázni. És a koan interjúkon nincs, átmenet. Nagyon hamar kifut a kognitív üzemanyag, vagy az érzelmi szokásokból megadható válaszoknak a száma. Egyébként úgy is van megcsinálva, hogy az elején nyugodtan adhatsz abból választ, és azt hiszed, hogy az milyen jól megy, és az kell, sikerélni. új, ez nekem megy, jövök a következőre is. Szépen emeljük a szintet, és egyszer csak elfogy a szokásnak az oxigénje, és akkor más kell, akkor valami egyéb kell. Úgyhogy vannak módszerek az intuitív tudat megtapasztalására, kifejlesztésére. Ha az ember ezeket bevállalja, akkor nagyon jól lehet haladni az úton. De egész biztos, hogy ez nem egy kifejezetten célirányos, vagy materiális, vagy egyéb képzetre orientált dolog. Ez csak az, ami. Semmi több. És ezen az úton végigmész, akkor van olyan tapasztalatod, hogy nem tudod nem tudod, sorozatosan nem tudod, és hogyha az erre adott reakcióidon túljutsz, tehát már a frusztráció sincs, már az önmagad és a külvilág fölött alkotott ítélet sincs, már a kor megoldásának az akarata sincs, nem tudod, mi visz át rajta. Az összes énséget le kell dobni ahhoz, hogy ezen a kicsi kapun átjuss. Ezért mondja a zene egyik sarkalatos tanítása, ha át akarsz jutni ezen a kapun, ne engedj a gondolatnak. Az, az lenne a kérdésem ehhez kapcsolódóan, hogy tulajdonképpen én az élettől kaptam egy koant, amiben három éve benne ülök, és akár, tehát jártam ezeket a stádiumokat, hogy gondolkodással próbálom megoldani, elmenekülök a saját lehetséges megoldásaim elől, bezárom magam, és azt tapasztalom, hogy nem találom a kiutat, és ez, ez most tényleg élőbe megy. Tehát ez nem egy olyan kérdés, amibor, amikor beülök, és egy elméleti probléma áll fent, hanem egy valódi. És akkor, hát ugye rám kell nézni, el vagyok akadva, és nem tudok kilépni. És, és mi az, amitől tovább tudna lendülni az ember, illetve miért beszélek én egyes szám harmadik szemében? Szóval nem tudom, hogy mitől tudnék majd tovább lendülni. Nyilván a szituáció fennáll, és én szeretnék lépni de képtelen vagyok. Ez alatt a három év alatt tapasztaltad-e azt, hogy te tökéletesen mozdulatlanul meg tudtál állni a pillanatban? Mi, mindig akkor tapasztaltam ezt, amikor, ö, tehát meghoztam egy döntést, és amikor ennek a döntésnek megfelelően cselekszem, úgyhogy egy másik emberen kell, hogy segítsek, akkor abban a pillanatban mindig úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Csak hogy ez a, ez a, Dolog kidob már magából, mert most már nincs szükség annyira az én segítségemre, mert egy krízis helyzetet megoldottam, és most már az én helyzetemet kellene megoldjam, de én ezelől mindig be, bemenekülök. Amit most mondasz, az egy taktika, ami nem működik. Uh -huh, és igen. ezért teszed fel a kérdést. Igen. És, és saját magammal szemben taktikázok, és ebből hogy igen. lehet ki, kitörni valahogy. Tehát Mindig abból a várból akarsz kitörni, amit te építettél. Igen, Így van, és ezt már látom csak mozdulni nem tudok belőle. De nem mozdulni kell, erre próbálok rávezetni. Teljesen meg kell állni. Ugyanis ha elindulsz, azon falat emelsz magad elé. Igen. Igen. Mi lenne, ha nem indulnál el, és a falak maguktól leomlanak? Ezt az, úgy mondta a nagymester, hogy ne hozz létre semmit. Ez a don't make anything. Tehát ne teremts. Iszonyú nehéz megállni. De megteremtesz egy gondolatot, azonnyomban megteremted az ellentétét. Egy érzelmet és egy másikat, ami agyon vágja. Na most innentől kezdve, ha vissza lépni a dualitás elé, a teremtés elé, a létrehozás elé, a világba való projektált belelátás elé, a minősítés, ítéletalkotás elé, akkor megállsz. Tehát ebbe a pontba, ha visszalépsz, akkor meg tudsz állni. De ha ez a pont nem tiszta, akkor állandóan a saját karmádat követed, és vagy annyira okos, hogy a saját elhárító mechanizmusaidat magad elé rakod. És ezért nem tudsz kitörni belőle. Bármerre elindulsz, ott vannak a falak. A bonyolult, megoldhatatlannak tűnő szövevény, kusza és a többi. Ne indulj sehova vond meg az energiát ettől, ezt hívjuk nem tudó tudatnak, vagy nem tudható tapasztalatának, ezért tanítjuk azt, hogy vidd vissza a fókuszt a mert a köldögcsakrában székelő tudat az az állapot, ahol se fizikailag, se mentálisan nem teremtesz semmit. És a tudatod letisztul, mint a tér, letisztul, mint a tükör, és döbbenetes felfedezésekre juthatsz. Például, hogy a probléma, vagy probléma kör, amiből ki akarsz törni, az eredetileg nem létezik. Mert nem hozod létre. És rálátsz arra, hogy te hogyan járultál ehhez az egészhez hozzá. Hogy vastagon benne van mind a két kezed. Hogy hogyan hoztad létre, tartod fönt, és egyszerre megpróbálsz kitörni belőle, amit meg is akadályozol. Szűnjünk meg a problémáinkat megteremteni, és akkor meglátjuk azt, hogy a szenvedés ténye nem önmagától létezik. Azt létrehozzuk, annak van oka, van megszüntetése, és van a megszüntetésnek útja. És ez azzal kezdődik, hogy nem csinálsz belül semmit. Ez nem lustaság, de rendkívül intenzív gyakorlat, hogy belül a tudat ne hozzon létre semmit, és ne merüljön bele a saját dualista szokásaiba. Hogy ne kövesse a saját karmáját, és ezért ne verje fejbe magát később. Látod? Látom, hú, ez is én vagyok, de durva. Szongám zenmester szólította és megválaszolta önmagát. Mester, mester? Igen, igen. Maradjon a tudatod mindig tiszta? Igen, igen. Ne hagyd, hogy megvezessenek senki, sehol, semmikor. Igen, igen. Két tudat, egy mester. Melyik az igazi mester? Szerencsé, hogy csak ketten vannak. Az már bőven elég, sőt, egy kicsit sok is. Tehát, hogyha érdekel, akkor ez egy középsúlyúkon, tehát ehhez el kell jutni, ez kb. egy másfél év gyakorlat, és akkor meg tudod válaszolni rendesen. De ez nem jelenti azt, hogy a hozzá kapcsolódó problémát ne tudnád hamarabb megoldani. Visszatérsz a tiszta dualitásmentes tudathoz akkor tisztán látod a helyzetet, a kapcsolatot és a teendőt. De ha csak egy hajszányi mozdulat van belül, és követed a karmádat, minden hatalmas dzsungellé változik. Azon nyomban, és megfolytanak a saját magad által ültetett liánok, léggyökerek, növényzet és a többi. Mangong Szunyimaki a mi tanítónak a nagyapja volt így a darmában, szerzetesi hierarchiában. Ő neki volt egy vendége, és azt mondta, hogy mester, ha csak egy hajszányi énség van a tudatban, azon nyomban a menny és a föld ketté válik. És a Mangong mi így szólt, mielőtt megjelenik az a hajszányi kétség, már az előtt ketté vált. Ennyire észnél kell lenni, és itt az észnél az a Tiszta éber tudatot jelenti, nem pedig a kis óra rugó gerincű felpattanódat. Jó. Engem évek óta foglalkoztat a halál gondolata. Az túl és... fiatal vagy. <laughs> és szerintem nem is a halál, hanem a halál félelem a gond. És van egy ilyen. Az nagyon más. Halál vagy halálfélelem? Az egyiket tudjuk kezelni, a másikat nem? Hát. Tehát én, én úgy érzem, hogy a, a halál az nem biztos, hogy, lé, hogy, hogy az nem tudom, hogy mi, de a halálfélelem az egy létezőbb dolog. Tökéletesen elmondtad. Marhára nem tudjuk, hogy micsoda, mert nem tudjuk azt, hogy mi az élet. Ez a baj. Halálfélelem mindaddig van, amíg nem tudod, hogy miről szól az egész. Halálfélelemmel foglalkozzunk? Hogy legyen? Nem. Nem úgy lesz. Nem fogunk a halálfélelemmel foglalkozni, miért? Mert szaporodik, azért. Minél jobban rátenyerelsz a halálfélelemre, körbe gondolatokkal, érzelmekkel, az lesz neki a tápláléka, abból nyer egy kis tüzelőt, és minél többet dolgozol rajta, ez a kedvencem, dolgozzunk rajta, ne dolgozzál rajta. Hagyd ott, ahol van, von meg tőle a figyelmet, és akkor valami más csináljál. Mondjuk meg lehetne érteni azt, hogy mi az, hogy a lélek testben van, tehát él. Tehát tapasztald meg száz százalékig azt, hogy mi az élet. A családi állapotodat egy picit ismerve, már az se idegen a tőled, hogy mi az, hogy apuka. Ugye? Tehát akkor a születés, az a fantasztikus élmény, amikor gyermeket születik, az is ott van, sőt, anyuka elmondja, hogy hú, hát álmodtam ám vele. Még itt volt a pocakomban, de már, már Már, beszélt hozzám, meg én is hozzá. Tehát valami elképesztő érdekes az, hogy a lélek szépen jön a születés útján. Most megvan a két rövid, a megszületés, és ha látunk időseket, vagy akik természetes úton eltávoznak, akkor végig lehet követni a meghalás, a távozás folyamatát is. És a két hosszabb, ugye az életben létel, az élet maga, és a test nélküli lét, amit nem érdemes így halál, hát ettől szoktunk félni. Nézzük már meg, hogy micsoda, és ne a ráakazgatott rá címkékkel foglalkozzunk, ha lehet jó. Tehát nézzük meg, hogy pontosan mi történik akkor, amikor megszületünk. Röviden, a lélek fölveszi a testet. Ki is fejleszti saját magának, meg is keveri a kis DNS, RNS, ugye kondérban, hogy milyen legyen az ő arca. És hogyha nem szól bele senki, minden ott van, energia és információ, és pontosan azt a testet kapod, amire a léleknek szüksége van, vagy amit kérdemelt. Más faktoroktól is függ, tehát ezért fontos az, hogy terhesség közben anyuka és apuka fegyelmezett legyen. Azért oldalba lehet vágni ezt a fejlődést nagyon sokszor. Óvatosan. És a lélek fölveszi a testet, köldögzsinór nyisz, és akkor az individuális élet elkezdődik. Szépen nődögész, nődögész fölfele, rájössz arra, hogy ez a sokszerszám mire való, ugye? És akkor utána elkezdesz te magad is ugye, életet létrehozni, illetve lehívni lelkeket, akik felveszik a anyuka és apuka kombinációját. És amikor pedig eltávozunk, akkor a lélek leveti ezt a testet, és megy tovább az útján. Melyik úton? Amit választott magának. Amilyen szokásokat kiépített amilyen azonosság tudata van. Tehát a hit nem csak hegyeket mozgat, az téged is mozgat. Tehát vigyázz, miben hiszel, mert arra mész. Azt is lehet látni gyakran, hogy honnan jövünk, akkor belül rájössz, hogy mit hoztál magaddal, az néha nem a legkellemesebb, az a házi feladat. De ha helyesen gyakorolsz, akkor arra is rájössz, hogy a házi feladatból hogyan lehet eszközt, motivációt csinálni. ugyanaz a hasadóanyag, csak atombomba helyett atomerőmű. Nem mindegy. Úgyhogy nem félni kell a haláltól megismerni az életet, a halált, a megszületést és a távozást. A két rövid átmenetet és a két hosszú átmenetet. És feloszlik a félelem. Valójában nem a haláltól félünk, hanem a szenvedéstől. Tehát nem tudjuk valójában, hogy mi van a túloldalon. Lehet hallani, olvasni, lebegtetni különböző dolgokat, hallgatni különböző sugalmazásokra. Erről egy idő után leszokunk, mert nem lehet rájuk támaszkodni. A saját tapasztalatodra tudsz igazán támaszkodni. Ha megismered, akkor elmúlik a félelem. Amíg nem ismered meg, addig félsz tőle. Szeretném kérdezni, hogy hogyan tudunk otthon zen gyakorolni? Hogyha nincs lehetőségünk templomba menni, interjúkra járni, kóanokat megfejteni, hogyan tudunk otthon leülünk a kis székünkre, 10 percre, 15 percre meditálni, vagy hogyan tudjuk ezt otthon magunk csinálni? Ezt otthon úgy tudjuk megcsinálni, hogy először elmegyünk otthonról, Meglátogatjuk a templomot, és ott megtanulunk mindent. Utána otthon kiderül, hogy van egy olyan kis házi oltár, amit hogy lepucolunk, és a tetejére teszünk akár egy szál virágot, vagy egy nagyon szép képet, vagy bármit, ami, ami számodra egy szakrális külső pont. Nem kell, hogy buthaszobor legyen, Isten ments, nem divat. Tehát nyugodtan tegyél oda, amit szeretsz, az előtt lehet énekelni, ülni, és a többi. De ha ez sincs, akkor egy ilyen szabad szőnyeg felület, amire ráűsz és egy tiszta fal felület, Bútidarma barlangjában egy daraboltár nem volt, még annyira se volt szobor, meg egyebek, fal felé fordulva ült kilenc évig. Na, ezt ne csináld, mert akkor hozzák a különböző szolgálatokat, hogy valami baja van, meg nem látja el a feladatát. Elég, hogyha reggelente egy kicsikét ülsz, meg esténként kifújod a e, szuszt, és akkor Meditáció reggel, meditáció este. És egy kis mantrával is, hogy ma este is ezzel kísérletezünk, kicsikét rá lehet ugye, hatni, hogy a, az, a, az a tudat kiégesse a salakot, és, és helyesebben működjön. Tehát a meditációs technikát azt holnap a workshopon el lehet sajátítani. Haza lehet vinni, például. Nagyon könnyű. Tehát a meditációs technika nagyon könnyű, elviszed, gyakorlod. És rendszerességem a tudós anyosa. Tehát nagyon fontos, hogy rendszeresen az életrended részévé váltan csináld. És akkor beépül. Lehet egy kis jogát gyakorolni előtt, hogy az izületek ne legyenek olyan kötöttek, és szépen betekered magadat, bármilyen testtartás jó, lehet lótusz is, lehet fél lótusz, lehet ilyen harcias szamurája, aki ül a saját bokáján és várja, hogy megvilágosodjon, olyan is van. Egyébként azért vannak ezek a matracok és külön párnák, mert Japánban a lovagló szamurályok, akik több száz évig gyakoroltak zent, azok nem tudtak lótuszülésben ülni, nagy részük, mert a térdük olyan kötött volt. Lovagolja több órát egy nap, és akkor megérzett, hogy a combizmuk és a térd meg a csípő, hogy viselkedik, hát nem úgy, mint egy aszketikus jogié. Teljesen más formációt vesz fel. Az a fontos, hogy mozdulatlan test függőleges állapotban, mert akkor a kérdés fölmerült, hogy akkor lefekhetek. Le, el is alszol, és ez nem meditáció, hanem álom, szender, szunya és egyebek. De vertikálisan életben vagy, vízszintesen alszol és álmodsz. Jó? Tehát ezért maradjunk vertikálisan, függőlegesen, akár széken, akár valami ilyen kis Ringó Hinton, tehát én ilyenben még soha nem adtam előadást, te? Hát ez a mostani, hát ez valami fantasztikus, én olyan jól érzem magam, úgyhogy nagyon ébernek kell lenni, hogy amit mondok, az valahogy ö, bemenjen, mert hogyha túl kényelmesen ülök, akkor elfelejtek mindent. Na ne legyen túl kényelmes a meditációs ülés, egy kis ö, rátartás, egy kis erőfeszítés az kell, és ö, rendszeresség a tudós. Te nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a, hogy tudnék én a, a, fiamon segíteni, aki most látom, hogy megreket Hány éves? 26. Hol lakik? Nálunk otthon. <laughs> Az a baj. <laughs> igen, de annyira, annyira... Nincs te. <laughs> Menjen, élj a saját életét. Kész. megpróbáltuk, igen, nem ment. De, megy. Ez de. úgy hívják, hogy hátizsák a kapu előtt. Igen, csak azt nekem kellett megfizetni a hátizsákot a kapu előtt. Egy idő tehát, után olyan helyzetet tudsz teremteni, hogy ő fizesse. De nem tudtam olyan helyet. Tudom, hogy megint jön a de, de... Hát nem, ez fantasztikus. Elnézést. Ez gyönyörű, de tehát. nem. Tényleg, tehát ez az emberből elment, vagyunk hurrá kezdető jelenet. Folytasd. Elment, elment, ő majd majd egyedül boldogul, visszajött, én fizettem az ő boldogulását. Elment, De miért fizetted a boldogulását? Hát mert egyébként akár börtönbe került volna, vagy ad, tehát olyan adóságba keveredett, amiben nem tudott volna kijönni másképp. Jó, itt azért apukának És is lenne szerepe. Apuka nincsen. Ez a baj. Ez a másik probléma, ami, amitől apuka. a fiú nem tud önállósulni rendesen. Igen, és akkor megint elment, és megint visszajött, és megint én fizettem az elmenetet. Úgyhogy azt mondtam, hogy maradjon inkább, így olcsóbb. <laughs> tehát, hogy hogy, hogy hogy tudnám én ebből őt így kilendíteni ebből a... Barátnő. Ö, volt, a barátnővel mentek el, és úgy fizettem, tehát... <laughs> A barátnő is ugyanilyen kellemesen, édesen uh, sikerült. Nem, nem kegyetlenség az, amikor azt mondod, hogy nem fogsz többet itt honlakni, és nem fogom kifizetni az adósságodat, élj meg. Ez nagyon szépen hangzik, de. Nem, ez szörnyűen hangzik. Ez szörnyű. Én tudom, hogy ez milyen brutálisan hangzik, de... meg kell tudni csinálni. Csak akkor, az utcán ez. Nem. De azt hiszed, hogy az utcán ezt már aggódsz érte, mert az anyja ne, vagy. Nem, mert tudom, hogy az utcán lenne, mert már volt, tehát mondom, hogy... Volt, pont ezért nem akar még egyszer oda kerülni. <síns> tehát, hogy hogy, hogy ébresztem rá én erre, hogy Ahogy ez... mondom. <síns> ki hát ki, magyarul. Útra való, hamuba sült pogácsa, szeretlek és segítelek utadon, Igen. de nem fizetem ki az adósságaidat, és nem fogsz otthon lakni. Kész, bye! Nagyon-nagyon kemény, röghöz kötött mentalitásunk van, nem rólad beszélek, az egész társadalomról, mert kemény az élet. Tehát azt gondoljuk, hogy amíg otthon van, addig rendben van. Nem, eset nyúl, mint, mint klumpli a pincében. Mennie kell, ki kell jelölni a következő én, én... állomást, és igen. kész, menjen. Éljen. Van végzettsége? Van. Van, van Dele... szakmája? Van, igen. Találja munkát, munkát talált megy. Dolgozik. Akkor menjen. <laughs> Tehát akkor menjen. Menjen nem szorítod rá az önállóságra, elképesztő deform uh, helyzetek állhatnak elő. Láttam olyat, hogy 40 évesen az anyja szoknyáján élt, elhízva uh, online függőségben, és azért, mert anyuka aggódott, és nem engedte el, nem, rugdalta uh, nem rúgdalta ki érző szívvel, lehetőséggel a birtokába. Tehát nem a nagy semmibe és a nagy semmivel, hanem fogod, és azt mondod, hogy ezt, és ezt, és ezt mostantól fogva meg kell csinálnod, kész! Ugyanaz, hogy ezt és ezt és ezt mostantól fog, hogy nem kapod meg. Van rá három hónapod. Dolgozz. Meg kell tudni a teremteni. Tehát ha a saját kreativitására nem ébreszted rá, a saját kényszerhelyzetébe nem teszed bele, soha nem fog felnőni. Soha, és állandóan egyre nagyobb terhet fog jelenteni a saját önállótlansága, amely ellen harcolni fog. Tehát ellened is harcolni fog, közben otthon él, és közben pedig te táplálod. Egészségtelen. És hogyha most megmered tenni, világos, hogy egy, egy pár hónapos úti terv kell hozzá, nem több, mint három hónap, megteszed, fájni fog, végigviszi, és utána egy-pár év múlva visszajön és megköszöni. Addig nem. Egyéb kérdés? Lehet, nem ide való kérdés, az előbb a születésről volt szó, és én 40, akárhány évesen még nem jöttem rá arra, hogy én miért abban a családban születtem ahová születtem. Nézd meg azt, hogy a családban kiket szeretsz nagyon, és kiket nem szeretsz, hogyha pedig ugye egy karakterben mind a kettő megvan számodra, és ez általában így van, akkor nézd meg, hogy az adott, kitüntetett családi kapcsolat esetében, anyuka, apuka, testvér, gyerek, stb. Mi az a tulajdonságcsoport, amit elfogadsz, elvársz, szeretsz, kívánsz, vagy nem szeretsz, annak tartod a jelenlétével abszolút nem értesz egyet, stb. stb. Ezek a polaritások megmondják, hogy belül neked milyen házi feladatod van. Alapvetően azért születünk egy családba, hogy aktiválják a karmánkat, és mi pedig csiszoljunk az övéken. Tehát ezt rosszul úgy szoktuk lefordítani, hogy tanulási tapasztalat, igen, de felejtési tapasztalat is. Nem csak tanulunk, 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 hanem felejteni is kell, le is kell adni, el is kell tudni engedni dolgokat mert különben a hatalmas nagy tudást szerzünk, azt nem megyünk vele semmire, mert nem tudunk cselekedni. Tehát azért születünk egy adott nem csak családba, hanem társadalomba, nyelvhasználatba, anyagi helyzetbe, érzelmi, gondolati, fizikai környezetbe, mert a karmánkat pontosan ott tudjuk folytatni azaz a környezet, amely aktiválja a karmánkat, és mi is hozzájárulunk a környezethez, már kicsi gyerekként, újszülöttként elkezdjük a szülőket tanítani az önzetlen együttérző magatartásra. Mert ha addig azt hitték, hogy róluk szól az élet, akkor a gyerek születése után ez egy 180 fokos fordulat, és minden megváltozik. Csak a gyerek lesz a fontos. Csak apuka és anyuka, elképesztően más szeretet kapcsolatot épít ki, egymás közt is, a gyerekkel is, stb. stb. Kőkemény tréning. miért? Azért, mert a karmád összes irányvektora oda mutatott, nem születtél a szomszédba, még a másik utcába se, és véletlenül se a másik országba. Pont oda, ahova kellett. Most ebből, ahogy az akaratod növekszik, és a belátásod mélyül, és egyre jobban látod az ok és okozat működését, magyarul tudatosulsz, tudatosulásod mértékében tudsz ebből akár kilépni, akár úgy ott maradni, hogy aktív tevékeny részese leszel. Hogy egyre inkább ura vagy a helyzetnek. Ha lépek, Akkor egy másik helyzetben kell ugyanezt megcsinálnod. A feladat nem változik, csak a környezet. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy a puszta helyváltoztatástól úgy megváltozik az élet, nem, mert ő maga nem változott meg. A vállások nagyon jól mutatják, hogy elvált x év kapcsolat után, és akkor jaj, most valaki más jön, és akkor rendezvúzik, és bevonz egy újat, eltelik pár hónap, és kiderül, hogy pontosan ugyanott van, ahol abba hagyta. Ugyanazok a megoldatlanságok. És miért? Most miért? Pedig annyira másképp nézett ki azért szívem, mert nem változtál belül azért. Ugyanazokat a jeleket bocsátod ki tudattalanul, meg tudatosan is. Az mindegy, hogy milyen minket kensz magadra, alatt az arcod ugyanaz. Hát ezért nem tudsz más kapcsolatot fölépíteni, mert magad nem változtál meg. Jön ezt a tudatosságunk mértékében tudjuk az adott családi karmát átlátni, és dönthetsz, hogy helyben műveled, vagy egy átültetett változatban műveled, de a házi feladat mindaddig nem változik, amíg teljesen le nem választottál róla, rá nem láttál, és nem önös érdekből elkezdett használni. Tehát amikor az a kérdés, hogy a bennem lévő karmával hogyan tudok segíteni másokon, az már nagyon más, mint amikor olyan igényel fordulok a világhoz, hogy engem szolgáljon ki, és nekem legyen jó, és nekem feleljen meg. Ez egy 180 fokos fordulat. Ezt el kell tudni érni. Azt Jó. szeretném kérdezni, hogy a karmánk meghatározza-e a tudatosságunkat, vagy a tudatosságunk meghatározza a karmánkat? Hm, te sokat olvastál. Melyiket szeretnéd? Hogy a lét határozza meg a tudatot, vagy a tudat határozza meg a lét? Tehát nagyon fontos az, hogy ez egy kölcsönhatás, ezt lásd be! egyszer te tudsz uralkodni a karmádon, néha meg a karmád visszacsap, mint az ólajtó, és csak akkor meg egy újabb tapasztalattal lettél gazdagabb. De az igaz, hogy minél tudatosabb vagy, és minél kevesebb ilyen hamis azonosulást viszel magaddal, annál kevésbé uralkodnak rajtad a szokásaid, mert van időd és tered dönteni. Tehát, hogyha a tudattere nagyon tág, akkor már látod, hogy a szokás éppen mit óhajt elkövetni általad, rajtad, veled és a szádon keresztül, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy nem. De amíg ez nem tudatos, és a tudattere nem elég tág, nem elég tiszta, amíg a tükröd nagyon kicsi, és rá van rajzolva különböző felirat, rúzsokkal, meg sprékkel, meg ilyenekkel. És akkor pedig a karmád uralkodik rajtad. Tehát ez így van, hogy tudatosságunk mértékében, de sose bízzuk el magunkat, hogy én már tudatos vagyok, na abban a pillanatban nyek és akkor már is bejutott valami, amire azt mondta, hogy ó, oh, hát ez már meg, ez egy egy és akkor leharapta a kezemet. Tehát ez így nem jó. Tehát ezért kell a pillanat tudatosságát megtartani kívülbelül állandóan, anélkül, hogy ellenőriznénk magunkat, és kiosztanánk ilyen kis ingyen jegyeket a cirkuszba, hogy jaj, hát ez már nagyon jó, hát én ennek már ura vagyok, hát ez olyan, olyan, most már tényleg. Nem. Mi a feladat? Oldjuk meg mi a kapcsolat? Lássunk rá. Mi a helyzet? Tapasztaljuk tisztán. És akkor nincs ilyen méricskélés, nincs önellenőrzés, nincs önmarcangolás, hanem egyszerűen tisztán cselekszünk, beszélünk, gondolkodunk és érzünk. Tehát a legnagyobb kísértés az, hogy a primér létezés az élet nyers, világos folyamára ne gyártsunk rá különböző metarétegeket, és ne kezdjük el magyarázni, és túl gondolni, és még egy érzelmi ugye, réteget ráfesteni. Tehát annyira megbonyolítjuk az életet, teljesen felesleges. És hogyha tisztán látnánk, tisztán hallanánk, tisztán éreznénk, tisztán gondolkodnánk, akkor nem rétegeznénk föl állandóan ezt az egészet. Hogyha mágia rakás rétegez le, ha lazanya, még jobban, de hogyha a tudatnak és a léleknek a tartalmát nézzük, azt nem kéne állandóan rétegezni különböző ilyen magyarázat, olyan reflexió, így mondom, úgy látom, tat, -ta 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 -ta, Túl sok. Felaprózza az embert, szétszórja az embert. Jó. Vagyis? Vagyis vegyem észre, hogy szenvedést teremtettem? Így van. Vedd észre, és tartóztasd meg magad a szenvedést teremtésétől. Így van. Azt szeretném kérdezni, hogy a kornokon túl, hogy lehet azt föloldani, hogy ugye mi lelkek leszületünk ide azért, hogy tapasztaljunk, és ezáltal fejlődjünk. Ez így árukapcsolásban kapcsolásban elég nehéz. De, hát... a végcél mégiscsak ez, hogy eljussunk Valamilyen fejlettségi szintre. Ez a célod? Ö, úgy gondolom. Így határoztad meg a célodat? Mert akkor az lesz, amit meghatározol, ezt kívülről nem mondja meg senki. Nincsen ilyen lélekkönyv, amiben le van írva, hogy na, most elmondom, hogy miért születünk meg. Nem. A karmánk a szépen hoz le minket, nincs beépített célja az egésznek, de adható neki a cél. Tehát rajtad múlik, ezért kérdeztem meg, hogy mi a célod? Az a célod, hogy tapasztalj, tudatosulj és fejlődj, akkor az lesz. De látható az, hogy nagyon sokan nem így élik az életüket. Tapasztalnak, de nem akarnak tudatosodni, fejlődni, aztán meg végképp nem. Ez egy ilyen általános gondolat volt, hogy tehát az volna az ideális, hogy a lelkek azért jönnek ide a fizikai valóba, mert itt tud igazán tapasztalni, de és akkor itt van valahol egy kis ellentmondás bennem a zennel kapcsolatban, hogy nem értem, hogy miért kapcsolja ki, vagy miért akarja kikapcsolni, vagy lehet, hogy ez nem is jó meghatározás, azt, hogy ne kezdjek el véleményt alkotni dolgokról, mert hát úgy gondolom, hogy ez is az én tapasztalásomnak a része. Ez a bot jó vagy rossz? Gyere, nem én? Ez jó vagy rossz? Lehet ilyen is, olyan is. Tehát ez Óvatos kérdése. vagy, de most a véleményedet kérdezem, ez rövid vagy hosszú? Nézőkont kérdése. Tehát egyszerre ez... fenntartod magadnak a jogot, hogy alkos véleményt, de amikor azt mondom, hogy tessék itt a lehetőség, azt mondod, hogy nem. Óvatos vagy, látom. Tehát ez azért fontos, amit most elkezdtél mert a gondolkodás előtti tiszta tudatban nincs vélemény, és így már teljes. Tehát anélkül, hogy te különböző műveltség és egyéb szűrőkön keresztül véleményeznéd a valóságot, az már teljes. Megkérdezték egyszer az élet értelméről, és a következőt válaszolta. Eredetileg nincs értelme, oka és jelentése. Most pont ezt kéred számon, hogy általános kijelentés. Nincs általános kijelentés az akaratod van, a vágyad van, amit szeretnél, az van, amit látni akarsz a világban, az van benned. De a világban ez nincs meg. Amikor rájössz, hogy ez a világban nincs meg, mindez, akkor lesz nagy ok, nagy jelentés és nagy cél. Mert akkor rájössz, hogy mindezt te teremted. Tehát a az azért vág vissza minden önmagában létezőnek látszó gondolatot, hogy ráébreszen arra, hogy ezt te teremted, sőt, mi teremtjük. Nincs fölülről leosztott általános igazság, mi teremtjük az egészet. És ha ez így van, akkor először söpörjük tisztára a szobát, és tartózkodjunk a kényszerű szokásokra alapozódó teremtéstől, és hogyha meg tudtuk tartóztatni magunkat, és visszatértünk a dualitás előtti állapotba, akkor onnan már tisztán és szabadon tudunk teremteni. Ezért van ez a gyakorlat, és ezért hántunk le mindent, ami az önazonosság helyett illúzióként ránk rakódott. Ez nagyon fontos. Hát azért szűkítjük le az egészet a pillanat éberségére, az éntelen tiszta egyévállásra, az igazi önvaló tapasztalatára, a nem név és nem forma tapasztalatára, hogy ebből az állapotból tisztán tudj teremteni. De ha az alapok nem tiszták, akkor a ráépített struktúra összeomlik. Nézd meg, hogy hányszor teremtettünk emberi civilizációt az elmúlt 10-15 ezer évben. Sokkal korábban is, de a belátható múlt. Miért omlottak össze? Egyik birodalom sem gondolta, hogy vége lesz. De vége lett a mükénei civilizációnak, a rómainak, a dél-amerikainak, az afrikaiaknak is. Most éppen az észak-amerikai így ilyen, válaszút előtte, hogy most akkor kiben higgyek, miben higgyek, hová vigyem ezt az elképesztő gazdasági, katonai, politikai erőt, amit felhalmoztak. Tehát egyik birodalom sem hitte azt, hogy ugye leáldozik a napja. The sun never sets on the British Empire, mondták a lordok, és egyszer csak a második világháború után ott voltak szegényen, majdnem legyőzve, és a kis testvér, aki közben nagy testvér lett az elmúlt 50-60 évben, benyújtotta a számlát, és a gyarmatbirodalmukkal kellett fizetni. Úgyhogy nem látjuk azt, hogy pontosan hogyan teremtünk, ezért nem tudjuk fenntartani, és ezért hirtelen a pusztulás, hirtelen a lebomlás. Ezért kell mind a háromtól tartózkodni, nagyon világosan átélni, hogy mi az, amiből ez keletkezik, hogyan hozom létre, és sokkal alaposabban, sokkal tisztábban csinálni. Ezért nincs vélemény. Ezért nincs semmiféle eredeti irat vagy forgatókönyv, amiben hiszünk. Ezért az nem támaszkodik az írásokra. Közvetlenül az ember tudatára irányul. A megvilágosodás nem más, mint igazi önvaló tapasztalata, és csak tudattól tudatig tapasztalati úton lehet átadni. Semmi másként. Ezek azok a minőségjelzők, amelyekre lehet alapozni. Egyébként. A gondolkodás relativitása, az érzelmek relativitása, a tettek mulandósága, a szavak elképesztő sokértelműsége, ha csak erre akarsz alapozni, az nem megy. Az futó homok, az nem szikla. Úgyhogy ezért gyakoroljuk azt, amit gyakorlunk. Jó. Egyéb kérdés? Honnan tudom, hogy valakinek, hogy éppen saját magamnak erős a karmája, ez a reakció időből és hevességéből is manifestálódik, vagy... Sokkal egyszerűbb. Okay. Lever, mint fak a poharat. Amikor a karmád rendkívül erős, akkor nem tudsz rajta változtatni, csak azt tudod csinálni egy adott helyzetben. Kész. Tehát nincs alternatíva. A tudatodnak a tere, az ébersége teljesen ki van töltve az adott érzékszervi hatás által, az adott gondolkodási minta által, érzelmi minta által. Nem látsz alternatívát. Ha a tudatot tere nagyobb, mint a karmád, akkor az kicsikét elkezd mozogni. Hirtelen felmerül, hogy nem abszolút, hanem relatív. Hogy tudsz rajta változtatni. És ezért kell az a gyakorlat, amikor rendszeresen nagyobb tudattal, tisztább tükörrel, nagyobb tudati térrel rendelkezel, mint a karmád összessége. És ekkor elkezd egy picit mozogni, vagy felvetsz egy más nézőpontot hirtelen megjelennek alternatívák, másképp is tudsz cselekedni. Az álmokról, hogy érdemese velük foglalkozni, konkrétan itt visszatérő álmokra gondolok, illetve hogyan tudnak segíteni, hogy megoldjak valamit, ami, ami mindig előhozza, és mindig ugyan ott ér véget, és nem tudok belenyúlni, és nem értem, és egyáltalán érdemese velük foglalkozni. Igen, főleg a visszatérőek és nagyon tisztán emlékszel rájuk, és a klip nagyjából ugyanaz. Akkor leülsz meditációban, magad elé teszed, és nem vágsz ki belőle semmit, megnézed nagyon világosan a kezdetét, megnézed a végét, és azt is, ami a kettő közt van, az egyetlen kérdést, amely így szól, mi ez, honnan jön. És akkor ki fog derülni, hogy nem ott kezdődik. Már sokkal korábban elkezdődött. És nem ott végződik, mert valójában folytatódna, hogyha nem távolodnál el tőle az ébredés folyamatában. Az álom kirajzolja a maga karmikus kapcsolatait, és ha nem gondolkodsz, és nem vágsz bele a saját intellektusod szikéjével, vagy nem öntöd le a saját érzelmeidnek a különböző hőmérsékletű folyadékával, akkor az álom megmutatja, hogy pontosan honnan jön és hová megy. És hogyha ez a kérdés már egy nem mozduló választ produkált, tehát, hogy mi ez, honnan jön, nagyon sok variáció megjelenik, mert a gondolkodásod és az érzelmeid óhatatlanul is megpróbálják megtalálni a megoldást. Csak ez nem onnan jön. Ez a mintázat már a tárháztudatodban rég jelen van. A nagy művészet az, hogy kikapcsolod a fogalomalkotó, magyarázó tudatodat, hatos, és a választó ítéletalkotót, a hetes, kezdőknek az elsőt az az öt fizikai érzékszerv, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Hatodik a fogalmi gondolkodás, ott ragasztod azt a szót, hogy bot ehhez a tárgyhoz, mert ez a konvenció. Az angolok azt mondják, hogy stick, és az oroszok azt mondják, hogy palica. Tehát ez azért fontos, mert ő nem mondja azt, hogy én bot vagyok, or I'm a stick. Or, ja, yeah, palica? Ezt nem mondja, ezt mi mondjuk, ugye? Az álom is valamilyen karmából össze van rakva, egy olyan megoldatlanság, ami állandó radarjelet sugároz, és pingel, és szonárban gondolkodik, egy tang, és akkor megint azt mondja, hogy legyél éber, és lássál engem. De ez önmagában nem elég, itt a te munkád is kell, és akkor megkérdezed, hogy mi ez, honnan jön. És akkor szépen, ahogy az összerakós játékban még egy csomó minden van a nellonszatyorban, a hiányzó részek a helyükre esnek. Csak azt nem szándékosan és nem gondolat- és érzelmi mintázatokkal kell a helyükre ragasztani, hanem engedni, hogy azok a helyükre kerüljenek. Ez egy úgynevezett tárgyas meditáció. Tehát nem az alanyra, nem az önvalóra irányul, hanem egy tárgynak a nagyon világos látására, úgy, hogy az ok- és okozati kapcsolatok kiderüljenek. Na most, amikor ez kiderült, és úgy tűnik, hogy a az eddig nem látott kapcsolatait, az eredetét és a célját látod, akkor a következő kérdés lesz, mi a dolgom? És amikor ez megvan, akkor tudsz cselekedni, és honnan tudod, hogy megtetted azt, ami a dolgod, onnan, hogy nem jön vissza az álom többet. Nekem az lenne a kérdésem, hogy igazándiból hogyan kell erre készüljek, és mire számítsak? Amikor a zen érdekel, akkor mindenféle elvárást, véleményt és egyebet hagyjál otthon, olvasd el, hogy a honlapról ugye milyen információk fontosak, olvasd el a templomi szabályokat, egyebek, és hogyha az alapján neked ez kivihetőnek tűnik, akkor meg kell jelenni a templomban, megkapod az instrukciókat, végigcsinálod és boldogan hazajössz. Jó? De hogyha légvárak vannak, bizonytalanságokba esel, nem kérdezel, ugye akkor a hiányos információk alapján olyan döntésekre jutsz, amely szükségszerűen helytelen. Azért helytelen, mert nem tudsz eleget róla. Ilyenkor szoktunk ö, kérdéseket kapni e-mailen. És Dokhesszonyim kedvenc apát helyettesem nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan aznap este megválaszolja őket, és mindig úgy fejezi be, hogy szeretettel várunk, pont. És ez tényleg így van. Tehát olyan mennyiségű szeretettel vár mindenkit, hogy az elvonulás nagyon jól sikerül. Eddig még rossz elvonulásod nem voltam. Az mindig jó lesurikálod magadról a felesleget, és jó érzéssel, kisimult arccal hazajössz, meghempereksz megint a saját karmádban, aztán visszajössz a templomba. Hogyan segítenek bennünket a felemelkedett mesterek? Hát találkozz egyet, kérdezz meg tőlük, és akkor elmondják, hogy hogyan segítenek. Nagyon felemelkedett mesterrel nem találkoztam. Mesterrel igen. Ugyanis a legnagyobb titka a mesternek az, hogy közel tud maradni a földhöz, de nem tapad rá közel marad a tanítványokhoz, de nem azonosul a személyiségükkel, és nem mászik bele a karmájukba, és nem akarja megoldani az életüket. Láttam nagyon felemelkedett, mesternek mondott embert, aki viszont képtelen volt tanítani, mert akkora volt a távolság közte és a föld, közte és a tanítványok között. Ez is egyénség. Ha valaki jó minőségeket hordoz, akkor merje azt közel tartani a földhöz. És akkor teljesen nyilvánvaló, hogy hogyan segíthet. Tehát a közös cselekvéssel, a kérdések megválaszolásával, a helyes darma kinyilvánításával, és főleg azzal, hogy teljesen mindegy neki, hogy minek mondják, vagy minek hiszik. A felemelkedett mester az egy olyan idea, amit egy igazi tanító nem követ, mert működésképtelen. Az lenne a kérdésem, hogy amikor az élet ö, bizonyos szituációkat vagy kérdéseket feltesz, és arra rögtön jön egy válasz, akkor ugye hallottuk, hogy a kérdés mellől nem mozduló válasz az a jó. Honnan lehet, hogy tudom azt eldönteni, hogy ez egy nagyon gyors tudati működésnek a eredménye ez a válasz, vagy ez valóban a nem mozduló válasz? Még Egyszerűen mielőtt egy, megtapasztalnám a Ha eleget meditálsz, igen, értelek, hogy ha eleget meditálsz, akkor a érzékelőid belül nagyon tiszták, és ahogy egy alkatrész itt tökéletesen becuppan a helyére, az nem kérdés, hogy az oda való. Tehát, hogyha egy igazi, intuitív, ugye tantiemből jövő válaszod van, akkor az úgy a helyére kerül, hogy minden kétség eltűnik, és nem is akarod ellenőrizni, ha gyors, ha lassú. De ha az ember csak a saját impulzivitását vitte be, ha a türelmetlensége működött, hogyha az akarata működött ilyenkor, akkor az megint eltorzítja a tükröt, és akkor valami egyébben megy tovább. A gyors és könnyű megoldásnak tűnő dologgal megy tovább. Van egy pár kritérium. Tehát előtte se gondolkodj róla, és utána se csak lázsd. És a látásnak a tüzében, hogyha leválik a kérdés, és elkezd lebegni, relativizálódni, akkor felmerülnek kétség, akkor, akkor az nem az volt. Tehát, hogyha nagyon gyors, és egy pillanat alatt ott van, adj neki még egy pillanatot, nincs több, mert néha cselekedni kell. Még egyszer tekints rá mozdulat nélkül. És ha a rátekintés tiszta, és nem gondolatokkal bombázod, vagy érzelmekkel öntöd le, és úgyis a helyén marad, akkor az az. És megtanulod megérezni, hogy pontosan az az. Ezért nem reklámozom a zeninterjúkat, de ott aztán annyit hibázol, amennyit akarsz, és nagyon gyorsan rájössz, hogy egy adott kohanszituban egy intuitív válasz hogyan cuppan be a helyére. És akkor az teljes. Hát ezért végezzük ezeket a gyakorlatokat. Nem vagyunk múzeum, meg nem pusztán egy ilyen zen hagyományőrző egyesület, ugye, hogy teljesen feleslegesen viszünk olyan régi kulturális rutinokat, amelyek nagyon jól néznek ki, de egyébként nem hasznosak. Hát ha elsajátítod az eszközrendszert, megtanulod használni, akkor az a tudatban nagyon finom érzékelésekre és világos visszacsatolásokra fordítódik le. Mitől tiszta a zsigeri érzés? Mitől tiszta az intuitív ugye ihletett állapot. Pontosan attól, hogy a tudat tükre tiszta. És akkor egy pillanat alatt eldöntöd, mert nem kell dönteni, hogy az a válasz korrekt vagy sem. Tehát úgy elröpül onnan, hogyha nem korrekt, egyszer nem passzol, kez, És akkor egyszer csak csk, ott van, és az az. És nem tudod miért, de az. És ezt nyugodtan ki lehet vitelezni. Itt hallottuk, hogy végül is mi az, amiben segít minket ez a fajta tudatosság, amit a meditációs praxissal elnyerhetünk. Az a kérdésem, hogy mik azok, amiben a mantra, illetve a leborulás és egyéb gyakorlatok segítenek? A mantra az ugye a beszéden keresztül és a hangrezdülésén keresztül tisztítja a tudatot, a leborulás pedig ugye a fizikum használatával, amikor a buddha természetedet emeled a legmagasabb helyre, és te magad, a saját énséged az annál kisebb vagy alacsonyabb helyre kerül. Amikor Szunkszánszonyomat megkérdezték, hogy mi a leborulás értelme, akkor azt mondta, hátrahagyod az összes karmádat, és te és a világegyetem egyé váltok. Kész. A leborulás olyan, mint amikor megtöröd a jeget, a karmádnak a kemény, vastag jegét megtöröd, a mantra olyan, mint amikor fölfűtöd ezt a vizet, felhevíted odáig, hogy az összességgel olvad, és elkezd párologni, forni. És az ülő meditáció pedig olyan, mint a szél, ami a fellegeket elfújja. De ugye itt nyugaton rögtön az eredményt szeretnénk, és nem alapozzuk meg sokszor eléggé, és idegen tőlünk a leborulás, néha mantra is idegen, és akkor azt csináljuk, hogy a kemény vastag jeget, így megpróbálok így, uf, 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 így, elfújni, és nem megy. És évekig ül szegénykém, üldögél, és csak a borzasztó filmeket nézi magában. Hát ezért kell a mantra gyakorlat, ezért kell a leborulás is, és hogyha a leborulás valami miatt nem megy, akkor ö, fizikai munka, vagy valami esmi, ami a testet megmozgatja, miközben te zen gyakorolsz belül, a tiszta tudat elérésére törekszel. De egyébként a leborulás nem helyettesítheti semmi. Törd meg a jeget, forrald föl a vizet, és utána pedig fújd el a párát. És ez mind-mind más eszközrendszer, egymáshoz kapcsolódó gyakorlatok, a templomban mind a hármat végezzük. A fizikai munkát is, és az ötödik így a kuampraxis, ami pedig a tudatnak az interaktív, cselekvő gyakorlat, ezt hívom karma jogának. Na, hogyha magának az uralomnak az eszköze nincs meg, akkor nincs mivel uralkodni, addig csak pótcselekvések vannak, és azt meg látjuk, amikor csak pótcselekvések vannak igazi uralom helyett. Az nem jó. Bárki más még? Akkor nincs más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a ma esti kitüntető figyelmet. Remélem, hogy sokszor találkozhatunk még, folytathatunk zen párbeszédet, hogy közösen gyakorlunk, elérjük a felébredést, és ezzel a tiszta tudattal megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen!